akkor az utóélettel foglalkoznánk a kerekasztal falán résztvevői között Vágóti András tűzrendező Sanyiro Marakosztőnk, illetve kiegészült Nagy Zsófi szociológussal és Tóth Ákos újságíróval, a 168 óra főszerkesztőjével. Amikor ezt a konferenciát elkezdtük, arról beszéltem, hogy a közvéleményt készületlenül érte ez a dolog, mivel hogy nem fordult elő még sorozatgyilkosság korábban Magyarországon, pláne nem fordult elő a második világháború óta olyan sorozatgyilkosság, amelynek rasszista gyűlölet volt a kiváltója. Viszont a készületlenség nem magyarázza ennek a drámának a legfájdalmasabb pontját, a közönyt. És ezt a közönyt szeretném most veletek körbejárni. Ha igazából, hogyha hipotetikusan szeretnék megfogalmazni, az lett volna a jó, hogyha ennek a tragédiának az utóélete következtében a nemzeti emlékezés észlévé válik az, ami történt, illetve hogy a bűncselekményt kiváltó rasszizmus elutasítása az a nemzeti identitásunk részele ne. Így először ilyen madártávalakból kérdezélek benneteket, hogy ez miért? Miért van itt el? Hogy történhetett, hogy ez egyáltalán nem érte el az életet? Most kezdem én kivételesen. Én miközben magánéletként abszolút egyetértek ezzel az értelemmel, és engem is megviselt annak idején az típusú részvételség, vagy közöny, vagy indiferencia, ami ezt a történetet körbevett. Ez mindig, hogy kicsit produktívak legyünk, mindig oda figyelünk fel, hogy mi kell ez a mondat, hogy nem alakul ki részvét. Ki ennek a mondatnak az alanya, hogy ki az, aki kialakítja ezt a részvétet? Amikor az előző kerekasztal. Igen, csak az előző kerekasztal. Igen, ezért a mondat, ha ott folytattuk, akkor az előző néhány kerekasztal beszélgetés abba hagyta. Ugye van ennek egy előzménye, ugye? Tehát, hogy Tatár Szentgyörgyöt megelőzően mondjuk, milyen típusú hitetlenkedés volt ezzel kapcsolatban, hogy itt egyébként sorozatgyilkosságról lenne szó. Ugye azért, legalábbis az én környezetemben egy speciális környezet, ugye 2008 végén, mert elég egyértelműen beszéltek arról, hogy a nagycsapatok egyértelműen beszéltek arról, hogy itt rasszista indítékű gyilkosságok zajlanak az országban, miközben ugye a hatalom, mert azért beszéljük egyértelműen, mondjuk a politikai elit, az tökéletesen ignorálta ezt a dolgot. Egyébként vicces, mert ez nem vicces, tulajdonképpen szomorú ez a dolog, hogy ahogy a héten kire olvastam ezeket a híreket, akkor az infó még mindig fenn van az a 2008-as hír, hogy a Muhács Pizza hogyan hisztizik Nagy Tétz kapcsán, hogy ez így maradt fenn tulajdonképpen az ő voltájukon. Ugye ezt követően, ugye Tatár Szentgyörgyöt követően is még azért próbáltuk visszaemlékezni, én nem nagyon, ugye magán temetésen vettek részt nagyon sokan ilyen politikusok, országosan ismert emberek, de olyan különösen politikai felelősségvállalásra nem emlékszem, én arra emlékszem, hogy 2009, hogy civilek egy csoportja azt kérte az akkor miniszterelnök Vajnagorzontól, hogy hirdessen nemzeti gyásznapot, ugye az tudjuk, hogy ilyen nemzeti gyásznap nem lett meghirdetve, de általában persze miközben így vannak ezek az érzelmei, általában olyan kérjön, hogy a társadalomról, hogy emlékezzen, legyen társadalmi emlékezet, azt nehéz elmegyezni, nem természetesen alakulnak ki. A társadalmi trauma nem olyan, mint az egyéni trauma, de az munkára van szükség, és az munkát valakinek kell végeznie. És a tomparról beszélni, nagyon sokan végeztek el ilyen munkát, akár filmben, beszéltükről, hogy a fotóban, irodalomban, műsegélyesben, és így tovább, és így tovább, és nagyon sokan meg nem végeztek el munkát. Szóval ezek nem ilyen organikusan folyó dolgok. Látom, hogy külön kell válaszolnunk a médiát, és mondjuk azt, hogy a kultúrát. A médiával kapcsolatban én ugye követtem a Bert, illetve Pereket, és kb. 5 évek keresztül jelentek meg ezzel kapcsolatban a Sáncikén elsősorban az életes adalomban, amikor ez így összeállt egy könyvé, és akkor ez így meg
megjelent, akkor már ugye a legendás génapután voltunk, és behívott engem egyszer alig a Hír TV stúdiójába, amiben korábban nem fordult elő, mondjuk azóta sem, és én mondtam a szerkesztőjének, hogy én szívesen vegyek, de mondom, hogy egyébként szóval fogom hozni azt, hogy a Hír TV-nek saját felelőssége van ebben a dologban, mert hogy az a nyomozat, illetve bírósági igazatból, illetve a per folyamán az kiderült, hogy a helyszínek megválasztásánál nagyon fontos volt az, hogy különböző médiánkból szedték össze, a Hír TV és a Klubzinfó voltak első helyen. Tehát, hogy hol voltak, mondjuk ugye Galga György ilyen volt, a Percenyőr ilyen volt, Tarnadó ilyen volt, tehát, hogy így gyűjtötték össze ezeket a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy a média részéről, legalábbis a elektronikus média, a televíziók, meg a rádiók, ezek hát valóban teljesítettek ebben a dologban. Nem értettem az előző panelben azt, hogy valamennyire értem azt, hogy Németországban egy eléggé hasonló ügyvölön az zajlik. Ott ki kellett sorsolni azt, hogy melyik rádióállomás lehet az, aki majd közvetíti ezt az egész tervet. És hát ahogy mondtam, nem hogy olyan egy ilyen sajtóvetően átlagató galéria, van a Müncheni tárgyalóteremben, ez azért túl tele volt állandóan, teljes állandóan, és ott is így a századik nap környékén voltunk, a századik nap környékén voltam, az hogy így alapnál kezdett közlek, és nem az, hogy így alapnál kezdett. Tehát azt mondom, hogy ez egy dolog, a másik dolog az, hogy a másik dolog az, hogy történt a kulturálisan, azt gondolom, hogy talán az első és a legfontosabb az a Flika Lebenedes, a filmnél volt a Csak a szél, ami mellett a jól nem tényleg, akkor az a Csak a szél 7000 nézője volt. Őszintén szóval az, hogy most ugye egy 10 éves évkor szóltam, az mondjuk 22-ig jelent, nem tudom, hogy 22 múlva. Hát mondjuk én azt láttam, hogy van, hogy az RTL kultúrjuk főfűsödőben leadnál az a filmet. Tehát azt láttam, hogy korrektnek. Tehát legyen mondjuk meg az esély, hogy legalább mondjuk egy millió ember megnek az esélyt a filmet. Ezt például fontosnak láttam, milyeneket nem ez a film nem egy esemény fogalmazott meg, hanem perszekcionalizált az összevonzó, stb. Összemondó, kimondottan egy jó alkotást a tartalom, és hát a rendező egy jó alkotást, hogy milyenek tartom. Egyértelműen ugyanezt gondolom a hajtó eszletménynél is erős, provokatív, és nincs is nem jön ki jó belőle, de hát mégis egy film szintén azt gondolom, hogy valamelyik nagyon nézettségű vagy a televízió csatornában, ez biztos, hogy biztos, hogy több is ügyött, de most egy ilyen fontos alkalom, amikor kellene, hogy ugye a Liga filmje az a Tábor Zsoltának, aki mozóvilágnak egy szerkesztő, ő még az elfogás előtt különbözött a csörbüntekezek az események, azokra egy ilyen szociográfiás. Most egy nagyon nagy hagyománya van ennek a műfajnak, nem tudom, hogy számít, hogy élen így a 20. század első harmadától kezdődően, ugye a 20-as, 30-as éveknek, meg a 60-as, 70-es években nagyon is időszakos voltak, ugye a szociográfikus irodalomban, és nagyon irodalomban, és nagyon pontos, precíz munkát értek a Tábor, és azt mondták, hogy ezt elhasználva csinálta a Figaf a filmjét. Nagyon jónak tartom például az ő könyvében azt, hogy ők mondjuk utánának olyan eseteknek is, amit a Tóth Jancsi mondott, tehát mondjuk Pátra, ami ugye nem hallgatott a kiindézőjelesen a romagyilkosok műveletesekben, de közéletes a területében, ugye a Dunántúli helyszín volt, tehát egy volt ennek Dunántúli helyszín is, amit felkeresett. Ezeket én jó dolgoknak tartottam. Tódor is írt könyvet, én is írtam könyvet, tehát szóval ilyesmik vannak. Örömmel hallom mostanában, hogy fiatal szépírók, Simó Márton, hasonlók, Balzacsor érdekes áfajátos, tehát hogy nincs itt valamilyen esemény, ez mondjuk körülbelül közeljövőben, egy irodalmi esemény, tök jó, persze tudván az, hogy ez mennyi ember tetszik le, meg mennyi ember érdeklődik az ilyesmi irány, azért tehát nagyon kevés tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban a nagy letetettségű, vagy
kerül volna a gyerekhez, és nem hangzik el a színpadon semmi más, csak olyan, ami már elmondott, csak olyan, mint a Lentikuszágon. De ezt egy nagyon erős előadásnak tartom, és sokkal kapcsolatban mondjuk, hogy ez is egy fontos dolog volt. De hát szóval hogy mondjam, ezek az ilyen kulturális, az ilyen magas kulturális próbálkozások, ezek azért nagyon kevesek ahhoz képest, hogy nagyon kevesek, hogy mindent lehetne csinálni széles körben is. Ugye ebben a panelban, a panelban jövőkérdőkében beszélni, és nem lehet, hogy beszélni, akik a részleti ez a felvételőkérd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 ő
megszüntet az európai korosztól a hasonlatáshoz, és utána a politikai jövőkóvát a magunk kérdés, illetve ilyen újításra, ami konszenzus szerintem azok a rendszeret Magyarországon, ami önmagában szeretnénk tanulni. Ugye ez párosodott összedi beszéd fokozta válsággal, illetve rá még egy gazdasági világválsággal, amikor a politikai erők megpróbáltak, hogy ezt is már ott is már jobb bűnban képző csoportokat találni maguknak. Ezt Gyurcsány Ferenc vezette kormány nagyon sikeresen alkalmazta 2005. februárjában az utamunkához a program keretében, ami nem is bújtott el, esélyképző program volt, nem is bújtott fölött a politikai korrekt beszélt addig létező konszenzusát, és ez a folyamat, aki jelenleg is szerintem nem csak Magyarországon, hanem rám szerte. De erre aztán fokozatosan átállítunk mindenki, hogy a Dórán mindössze 2009-ben Kecelen egy kisvány megerőszakoltak, megkészoltak. Ugye, ha jól emlékszik mindenki ott a teljes politikai jelzik élén a szocialista párttal, a Fidesz-szel és a Jobbikkal fölvonultak. Cigány bűnözés történt természetesen, nem cigány volt a tettes, mint ez később kiderült, hanem egy rendes vörös hagyit magyar gyerek. De ez akkor már senki nem érdekelt. Az indulatok annyira elszabadultak, és annyira helyvételett, még csoportban cigányokra terelődött, mint ha ők lennének, ezért az egész elállhatott országért felülések, és szerintem valójában senki nem érdekelt ez váratlan, az, ami történt. Legfeljebb a sok az volt az, ami egészen döbbenetes volt. Én személy szerint emlékszem rá, hogy 2010-ben közvetlenül tanár szegélyes után közbehozom én akkor elég szabadság Nelfelítői Robert vezetője azon a Krajcából a barátom, ő a Népszabadság főszerkesztőhelyet esetett, hogy ezt igen, az nekik cigányokat dövetnek folyamatosan, sorozatban, ez a szó szerint kitesztük. És tényleg ennek a sok jelenleg az átdöbbenés volt az, ami engem egyszerűen megálltott. Illetve az a tudat, hogy érzékeltem ott nem a lapomban is, hogy egyre nehezebb tartani azokat az állásokat, amiket a politikai korrektséggel lehet körbeérni. És hogyha összeveszünk mindent azzal, amit a szövésben mondjuk, hogy a helyzet valójában most is ugyanolyan, hogy tulajdonképpen bármilyen történet ez a dolog. Ha megnézzük a politika üzemeteit a változó ellenségképekkel, szerintem senki sem fog csinálni. András említette, hogy Németországban tele volt a tárgyaló, sokkal jobban szervezett volt, nyilvánosabb teret tudta felfelni a tárgyalása, hogy kigazisták egyrészt részt, hogy láttál ilyen kezdeményezést Magyarországon, hogy bármiféle szinten az oktatás, nem ugyanis egy mély szív elé is lehetne, ha valahogy modernikor is történelmünk részeként valahogy megjelenjen, vagy kérdezem a többieket is, hogy találkoztatok-e azzal, hogy ez valamiképpen megjelenjen. Tehát találkoztam, például az őszi fél évben nekem meghívó előadásban egy ilyen érzékenyítő program keretében, ahol beszéltem a hallgatókkal, és ez nagyon érdekes volt, de azért volt érdekes, hogy volt egy kontrollcsoport ennek is, mint ahogy a Magyarországon a magyar esetek, legalábbis számomra, hogy a Németországon hogy utána a Szegedi Egyetemen is tartottam egy hasonlót, és nagyon-nagyon különbözőek voltak a hallgatói reakciók. Szegedi egy kicsit olyan volt, mint hogy olyan, hogy volt ott történt.
régen is volt, tudom én, az is van hasonló program, tehát volt valamilyen, meg nem mondom, de valamilyen szakkollégiumnak is a hallgatói részletek az órámon. Itt viszont volt 30 hallgató, és akkor mondjuk azért egy ilyen 6-8 hallgató azért olyan, nyilván ebből a régióból származtak. Vagy azért nem is gyerekkorúban, hogy ilyen problémát ezért az igányok. Ha megvan, hogy ilyen, hiszen én is a saját könyvetlen pedigért belépem egy gyerekkori élményt, aminek egy agresszívan az elviselése volt. De azt gondolom, hogy ezeken a szobában ezen nyilvánvalóan kellett, és nyilvánvalóan, hogy ez az eset egyfajta katarzis lehetőség lett volna, egy társadalmi katarzis lehetőség, ami nem történt meg. Tehát ez megint csak egy elvesztegetett lehetőség a promagáció elítélésre, vagy a magyar magyar elítélésre, vagy a magyar szoba ezzel, és aki mindig zavar, vagy egy olyan van, az igen, másik az szóval, hogy nem, ez szóval van egy csomó nyelvi probléma, van egy csomó szociokulturális probléma, érzékenységi probléma, látványos másodság sem tesz nyilván volt ennek az egész történetnek, viszont hogyha ezt a problémát nem tudja megoldani az ország, akkor ez lassan most már azért közel 10% a lakosságnak ugye roma származású, ezzel valamit kellene. Van egy, ugye, hogy a
erre utalni, hogy amikor mi társadalmi szinten beszélünk traumáról, ez nem ugyanolyan, mint amikor az ember egyéni szinten megtapasztal egy traumát, mondjuk itt valamilyen erőszakos cselekedet, és akkor azt megpróbálják feldolgozni, hát ilyen értelemben nem, vagy nem próbálja meg feldolgozni, ilyen értelemben az összefüggés ez nem ennyire okokozati, hanem ahogy említettem, mondjuk egy nagyon híres példája, hogy ennek a kulturális traumák kialakulása az az, hogy hogyan lett a holokauszt története az, ami. Ugye, tehát 1946-ban mondjuk a holokausztról, akár az Egyesült Államokban, akár a filmművészetben, akár Hollywoodban, akár Magyarországon, nem beszéltek úgy, ahogy mondjuk 76-ban beszéltek Amerikában, vagy 96-ban beszéltek Amerikában, vagy Magyarországon, hanem az munkát kellett elvégezni. Ami azt jelenti, hogy a munka elvégzésnek kell, hogy érkezzenek úgynevezett hordozó csoportjai, tudományos nyelven is megfogalmazni, úgynevezett ügynökei, akik képviselik ezt az ügyet, tehát kijelenek azok a filmrendezők, ilyenek azok a politikusok, ilyenek azok a közemberek, akik számára fontos, hogy erről a traumáról szó legyen. Ezek a hordozók azt és talán a legfontosabb, ha eljutatják ezt az üzenetet, a nem érintett csoportba is, vagy az érintett csoporton kívül is. Ugye, mert nem tudom, hogy valaki emlékszik, én emlékszem, hogy mit történt 2000-ben, hol volt a 2009. augusztus 21-én, ugye majd négy napos ünnep volt valóban, és például a Balatonban voltunk napban egy társasággal nyaralni, és ebédeltünk valahol, akkor jött ez a hír. Voltunk, és jött ez a hír, hogy elfogták a gyilkosokat, és ott egy nagy tudom volt az én baráti társaságomban, amit az étterem nem nagyon tudott hova tenni, és kiderült számunkra, hogy részben nem tudják, hogy miről van szó, részben nem értették őket, hogy miről van szó. Tehát, hogy egyáltalán nem jelent számunkra megkönnyebbülést, hogy ezek az emberek most már megvannak, mert egyébként sem jöttek volna a célpontok. Ugye, tehát a helynek a közönség azok nem cigányok voltak. Tehát a kulturális traumának el kell jutni olyan emberekhez is, akik maguk személyesen egyébként nem érintettek. Ilyen értelemben valamilyen univerzális kapcsolódási pontot kell találni, mi a közös bennem és az elhelyezetekben, mi a közös bennem és a potenciális elhelyezetekben. És hogyha ez a találkozási pont megszületni, az ugye ideális problémás eset, ugye túlmutat a konkrét cselekményekkel, és arra készíteni majd arra, hogy már van az elbeszélőket, az elbeszélésnek hallgatókat, más ilyen közös pontok felfedezésére történnek. Ez az elképzelés. És kit lehetnének ilyen ügynökök? Ti látok, hát ez egy tök jó kifejezés, hogy kit lehetnek a dolgozói. Láttatok-e olyat a sorozatgyilkosságok idején, amikor történtek, illetve közvetlenül utána, amikor elfogták már az elkövetőket, és elindult a per, hogy kulcsfontosságú közvélemény befolyásolni képes emberek megszólalnak-e? Megszólaltak-e egyáltalán? Volt a hiányérzetetek, hogy volt, akitől vártátok, és nem szólalt meg ugye a PASZ és a Helsinki? Sólyom látom. Azt akartam, hogy kik voltak azok, akiknek ez lehet, ez egy elmosztott lehetőség, hogy előmozdítsa ezt a megszívszólási folyamatot. Én értelemben azért egyszerűen történt, említettem a Bajnai Gordon nevét, említettem a kedvenc ilyen újságkirágásomat, és ami arról szóval nem említettem 2010-ből, hogy Orbán Viktor nem lehet mondani, hogy nem focizik. Tehát, hogy ez a sajtó hír, hogy oda megy focizni. Közben valószínűleg valami másnak kéne fontosabb jobban menni. Tehát szerintem ezek a különböző oldalak, mert még bőven van, mint tenni. Tehát ez az első állás, tényleg a másodlés, ez ugye nagyon jellemző. Most nem fog eszembe jutni a német szobrász művésznek a neve, aki Magyarországon ilyen régóta, és felajánlott a Tatár-Szentgyörgyi önkormányzatnak egy szobrot, egy emlékművet, amint a Tatár-Szentgyörgyi önkormányzat elutasított, mondván, hogy ezt a dolgot elfelejteni kell, és nem valamiféle ilyen nyilvános emléktárgyat csinálni ehhez a dolgokhoz, amit én viszont szóval felhárolítónak tartok, és szóval, hogy ez nyilván egy roppant fontos dolog, de hát mondjuk, tudom én, ha megintjük azt a remek emlékművet, ami mondjuk van az
Szabadság téren Budapesten látjuk, hogy azért tulajdonképpen a messzügy a korabban az éppen aktuális politikához igazítani, mondjuk azt, hogy az emlékezett politikát, ez nyilvánvalóan van és működik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyos, vagy ez a típusú katarzis, ez akkor jöhet el, hogyha megfelelő nagyságrendű népességcsoport azt mondja, hogy hát jó, tudom én, van problémám a romákkal, általában, vagy nem tudom én, mondjuk a Rafaelt, akik a Mariánhoz már megkésették ugye a Veszprémi diszkóban, de hát azért ez mégis csak egy fontosabb dolog, ami ilyenek gondolkodnak a saját korábbi értékrendben, vagy értékrendben kapcsolatban. Ugye Pál szerint mi mindannyian egyetértünk, hogy ez a fajta katarzis állandó. Elfogadjuk definíciónak azt, amit a Zsófi mondott, ebből nem következik az, hogy nem következhet még be ez a katarzis. Ugye én azt gondolom, hogy bekövetkezhet, és ennek egyetlen egy előfeltétele van, hogy azok a műveleti információk, titkosszolgálati háttérben azokat, amiket a Gulyás képviselőnek volt szerencsége, vagy szerencsétlensége, nem tudom, hogy teljesen készítettek, csak végre a teljesen készítettek, amiket talán szerencsétlenség nyilvánosságot kapnak. Ez a fajta nyilvánosság megteremtődik, rá fogunk ismerni azokra az emberekre, akik egyetlenek közül vannak, nem? Én azt gondolom, hogy a jól azonosíthatóan meg lesznek azok a kapcsolati hálókban azok a személyek, akik akármi is lehetnek, mert így is hozhatta volna az életünk. Így is dobhatta volna, szerencsére nem mi vagyunk. Hogyha ez a fajta nyilvánosság megteremtődik, jelen pillanatban nem látom esélyét, látom bezárva, akkor azt gondolom, hogy a katarzis is bekövetkezhet. Nagyon-nagyon profán lesz, amit kérdezek, vagy amit mondom. És még soha, még csak magam szintjén sem lehetne eljátszakozni a gondolatot, és mi lett volna a címeknek, ami volt a Lasszisztó után, meg ami volt a nagyjából az ötökösség után. Tehát a nyilván kármista kell, hogy megcsinálna a szíven szóltó ország 2.0, nem tudom én csodát, tehát ilyesmi történének. És felveszem, hogy mondjuk a közszolgálatú televízió azért hát egy ilyen ritmusosabban akkor egyszer kapcsolatban. Ilyen típusú apokaliptikus víziók megjelenek, hogy majd a cigányoknak itt lázadásokat kinyújtani a többségi társadalom mellett. Ugye a valódi veszély az nem lehet, a valódi veszély az apátia, nem pedig az, hogy itt éhség lázadások lesznek Magyarországon, szóval ennek a realitását ez a meglehetősen alacsony, tehát mondjuk az amikor is. Ezt én csak eljátszom azt a gondolatot, hogy akkor most így és a katarzis hiányáról beszélnénk, illetve apátiáról beszélnénk, a perről beszélnénk, a per nyilvánosságáról beszélnénk, illetve arról a közökből, ami ezt a pert, vagy ezt az egész történetet ödölzik, ami rámulat egyébként arra a közegre, amiben élünk, hiszen mi nem tudjuk fölmenni annyira. Nekünk nincsenek meg hozzá az eszközeink, vagy mi nem tudunk elég érdekeltek abban, hogy fölmenjünk ezt a problémát akkorára, amekkora valójában. És ugye én valójában hiszek a katarzisokban, meg mindenféle ilyen dologban, de valójában abban hiszek, hogy a katarzis társadalmi tevékenységgel párosul, társadalmi tevékenységnek azt tartom, amikor annak konkrét olyan intézkedés sorozatok következnének, ami hosszú távon megelőzi az ide vezető utat. Ez például a hatóság szerepe, ez például az oktatási integráció szerepe, ahol nem lehet cigányokat és magyarokat, középosztályt és szegényeket egymással szemben folyamatosan aljas és szerint módon kijátszani. Hogyha ez a fajta intézkedés sorozat egyszer a társadalmi koherens programmal áll össze, akkor azt mondom, hogy akkor volt értelme annak is, hogy például most így tudunk és volt a kárzás. Elindíthat-e egy ilyen folyamatot, például az, hogyha valakiket, valakit nem hagy nyugodni az a gondolat, amit ügyvéd úr megfogalmazott, hogy a jogerős bíróság ítélet hallatán sokan fölélegeztek, hogy ugye ezek nem elég dolgok, tehát
ezeket még nyugodtan lehetne nyomozni. Az elhangzott termesztő és tényleg háborzongató nyomozati nem hibák, amit Lórián is mondta, hanem ezek már többek a hibánál, hogy a felelősségemolás nem van a gyűlnál, mert ugye a megtisztuláshoz az is kellene, hogy aki a társadalom lássa, hogy aki hibákat, vagy a olyan szintű szakmai normaszegést követel, amivel másokat veszélyeztet, netán konkrétan az életét veszélyezteti, akkor az nem maradjon el, de akár viselkedési eszközökkel, akár egy ambiciózus ügyész, akár a rendőrségen belül valami, hogy ki lehetne kezdeményezni, hogy akkor még több dolgot tudjunk megelni, és hogy ne maradjon nyugodtan az az illető, aki most az ítélet hallatán nyugodtan alszik. Hagyj válaszoljak egy viszonylag friss példával, külföldi példával erre a dologra, amit kérdeztél. Hát ugye azt mondjuk, hogy a román népességgel vannak problémák, és a román népességek bizonyos helyeken mondjuk azt, hogy ilyen célpontként jelölik meg jobboldali vagy szélsőjobbos társadalmi csoportok, ez Csehországban, Szlovákiában, Romániában előfordul. Ugye Csehországban tipikusan a roma probléma, egy urbánus probléma, városi probléma, ez Magyarországon tipikusan rurális, tehát hogy ezek ugye mind falusi helyszínek voltak. Szlovákiában a 2000-es évek legelején tőketeredesen, Remisov, ugye Sátrajok, nem tudom, nem nagyon messzire, konkrét cigány lázadás volt a szlovák hadseregre. Ugye a nagybányai Vajmár roma gettó, körbe van végre fal, stb. Tehát ugye ezek folyamatosan történő dolgok. Ugyanakkor az utóbbi időben, tehát ez egy 2018-as esetekről beszélek, hogy a elfelejtett szomszédunkban, Ukrajnában nagyobb városok környékén, Lemberg, Kijev környékén, kárpátaljai romák jelentek meg, és hát ott ilyen táborokat, ilyen sántor tábor, szerű nomád alaiket képeztek, ahova ugye ukrajnai szélsőjobboldalnak az ország, tehát hogy ilyen ukrán szélsőjobbenek felgyújtották ezeket a táborokat, stb. Halálos áldozatok voltak. Na most ezek a kárpátaljai romák, ezek magyar anyanyelvű romák. Az egyik áldozatát tudható, hogy Papáninak hívták, a másiknak a vezetéknél nem ismert, csak azt, hogy valami Aranka. Na most ezzel kapcsolatban én azért szeretném idézni a választásokig, ugye emberminiszter volt, és erre a konferenciára is meg volt hívva Balogh Zoltán, aki ezzel kapcsolatban azt jelentést tette, hogy azt még nem tudjuk, hogy a határon túlni magyar ajtó romák az most számunkra tehetnék-e, vagy pedig erőforrás. Na most én azt gondolom, hogy ebben a mondatban nem szeretnék most szemantikázni ezzel kapcsolatban, de azért ebben a mondatban egy egész hozzáállás és egy attitűd benne van, amit én őszintén szóval, tehát nem tudok rá mit mondani, tehát azt gondolom, hogy felháborítónak tartom ezt a most képzeljük, hogy ugyanezt történt mondjuk szlovákiai magyarokkal, gázsó magyarokkal, vagy székelyekkel, vagy a vajdaságban, tehát hogy mi van a magyar állami reakció hasonló esetekben. Tehát ezen egy kicsit gondolkozunk, és akkor azt hiszem, hogy talán közel mentünk ahhoz is, hogy országban meg mit kellene csinálni. Kapcsolatban van az
hogy az igazságszolgáltatás, amely az igazságszolgáltatásnak van bennett bizalommal, de egyébként meg van egy, tehát ez mindkét műsorítói eszköz arra, hogy az önmondatokat van, hogy fel arra a kérdés, hogy minden, ami a motivációra, intenciókra, tágatásra, amit felhúzatban vonatkozik, akkor például ez egy kevésbé művészfilmes és sokkal populárisabb, mint a műfaj, és nagyon népszerűbb lesz. És az érdekesség ennek a dolognak az, említettet, hogy atom, hogy elmaradni, hogy nem jelenti ki azt, hogy el fog maradni, hogy így gyakran évtizedes, meg két évtizedes régebbi történeteknek a rekontextualizálása történik, amikor már nem csak a konfliktus cselekményel néznek szemben, hanem azzal a politikai környezettel, vagy társadalmi környezettel, amivel az adott cselekmény érezik. Ez egy elég két évig egy betegyel, és az ember próbál kifele gondolkodni a problémákból, akkor lehet, hogy érdemes műfajoknak is gondolkodni, hogy mi az a műfaj, amikor alkalmas ezeknek a további gondolásra, vagy a számára. A 10 éves évfordulósnál egy ilyen energizáló forrás a munkaállítója. Az jutott eszembe és kérdezem róla a véleményeteket, hogy ebben, hogyha a politika elkötelezettebb lenne, az segíthetne? Persze sokszor mondjuk, hogy nem felülről várjuk az irányító gondolatokat, de mégis az, hogy mondjuk 2008 és 2009 között itt a konferencián is megjelent elképesztő dilettantizmus, szétesés és a nyomozati munkának a totális kudarcáról esett szó, hogy például ezzel kapcsolatban a politika az akkor felelős miniszter, illetve miniszterelnök azt mondja, hogy hát igen, az én működésem alatt nem voltak jól irányítva ezek a szervezetek, érzem a felelősségemet, tehát valamiféle ilyen szembenézés. Aztán 2010 után, hogy az utána lévő kormány, hogy hogyan bánik az áldozatokkal, vagy ennek az egész történetnek az emlékével, hogyan segítja a közvéleménynek a megértését, hogy ha ez elindulna, akkor közelítsük a politika felől, ez segíthetne ebben a folyamatban. Én az előbb eléggé megdöbbenve hallottam, amikor itt felidéztétek, hogy a bíró az nagyon összegű tárgyalás folyamán a roma emberekkel, illetve az egyfajta nyilvánvaló pökhennesség, ami állott a mondatai gondolat viselkedéséből. Csak szeretném jelezni, hogy ugyanez a fajta pökhennesség és lenyelődés állott a mai, nem csak a mai egyébként, a mai politikai elitből és a cigány emberekkel. Tehát amikor az imént említett Balogh Zoltán szeretetteljes szegregációról beszél, az maga a lenézés a problémának az embereknek, pedig ő aztán valójában tudhatná, hogy miről beszél, hiszen ismeri a közeget. Tehát én azt gondolom, hogy amíg a nyelvünk szintjén nem vált, nyelvünk és a viselkedésünk szintjén nem változunk valamelyest, és ezt a politikai is generálhatja, bármilyen magyarul is van. Azért én hiszek abban, hogy szépen kell szólni a másokhoz. Hiszek abban, hogy meg kell adni mindenkinek a méltóságát, és meg kell adni azt a tisztességet, ami jár neki. Itt teszek egy vallomást, hogy 1994 és 98, amikor a Népszabadság Veszélyes Feri megyei tudósítója voltam, és annak idején volt alkalma a rádióki botrányval alapot tudósítani, hittem szerint elég tisztességesen csináltam, de volt egy pillanat, amikor egy cigány embernek oda szóltam nagyon csúnyán. Én ezt azóta szégyellem magam ezért a mondatomért. Nagyon megesített, egy nagyon nehéz szituációban volt, folyamatosan jött utána beszélt, és nagyon csúnyán visszaszóltam neki. Én azokon szégyellem magam ezért, és ha egy kicsit mindenki elkezdi magát szégyelni, akkor már van esélyünk már meg. És nagyon jól hangzik. Visszamenőleg annak azt igaznak valaki, mert nekem úgy pár érzem, hogy dolgot játszik nagyon nagy jelentőséggel az véleményel egyébként nem lett volna. De mindentem a reggel, hogy ugyan alakítottak átkodunk az ilyen különböző érték trendek, tervoltak a Magyarországon ugye a válságot követően, ugye a hatalmas ugye
alapvetően annyira erősen Magyarországon, hogy 2009-ben egyébként is teljesítettem az establishment felé, csak különösebb hatással talán nem lett volna a véleményem, hogy éppen a regionális egymást támogató kormányok ebben az egyben szimbolikus értelemben állítanak. Tehát nekik ebben persze elkezdték volna a végezét a dolgokat, de mint mintamutató vagy példamutató elit, nem lett volna különösebben a hatása. Most persze ezt mindig el lehet mondani ilyen diskurs thinking szintjén, hogy jó lenne, hogyha a politikai elit ezek a kérdésekkel érzékenyebb lenne. Ugye ez megint egy ilyen oda-vissza mutogatás, azt meg valamilyen választó csoportban kell kényszerítenie, hogy ebben a dologban ne akaróvéta, vagy osztályismeretű, vagy hamis módon viselkedjen. És ugye persze van egy megoldás, nem tudom most éppen, milyen reménykedés lesz a körbe ez a dolgot, de sok ideig volt a Európusú reménykedés, hogy majd magának a roma társadalomnak a középosztályosodása és politikai öntudatra ébredése lesz az, hogy ki kényszeríti azt, hogy egyenlő állampolgárként, emancipált állampolgárként bánjanak velük, hát ezzel párhuzamosan az az elképzelés, és ugye egyébként a rendszerváltás megmond, ez olyan erős, magas magyar középosztály, amelyiknek mondjuk a választott új preferenciáit befolyásolni fogja az, hogy hogyan bánik az ország a legkeresettjeivel. És akik megnézhetek oda, akikről reggel beszéltünk, hogy ez nem nagyon nagyon ez a típusú társadalmi dominanciára való törekvés a magyar társadalomban, hogy a Balázs említett reggel ez a egyenlőtlenség pártiság. Azt gondoljuk, hogy rátaposhatunk a másikra, ha előbb akarunk tudni, hogy helyesek vannak a társadalmi egyenlőtlenség. Ez nem csak az első jobb volt, hogy szabadon gondolják így a magyar társadalomban, hanem tulajdonképpen minden létező párt szavazói között nagyon nagy arányban vannak a társadalmi orientációjú szavazó. Tehát miközben mutogatunk mi is felfele, hogy elváltunk, hogy én is mutogatok felfele, de a politikai elittől változom meg, nem nagyon látszanak azok a választói csoportok, akik ki tudnak kényszeríteni ezt a típusú változást. Akkor ez bevasszonyosítottan el fog maradni ez a katarzis. Ezzel azt is kicsit előre vetített. Szeretnék valami optimistát mondani, de ezek az értékváltozások sem úgy alakulnak ki, hogy szépen csordogálnak az új értékek, mint a kádba, a vízbe, és akkor szépen lassan majd melegebb lesz ez a víz, vagy elfogadóbb lesz a magyar társadalom. De megint vannak konkrét aktorok, akik konkrét dolgokat tudnak tenni ezek, és akkor visszatudunk ugyanide, hogy kik ezek az aktorok. Amiből az rajzolódott ki, hogy ez egyelőre inkább a kultúrának is az magasabb régióiban történik meg. Most körbenézek, hogy itt vannak-e a segítőink, akik a kérdéseket összegyűjtik. Lennének egyébként kérdések, vagy haladhatunk a... Bár egyébként így is fel lehet tenni, de most van a mindenkozóinknak. Akik talán elvárható lenne, vagy esetleg meg lehet őket szólítani, mert valószínűleg az ő hívó szavukra, vagy az ő közösségteremtő szavukra a társadalom más tagjai is megmozdulnának, és magukénak érezhetnék ennek a rendkívül szomorú és tragikus eseménynek a mindennapok részévé tételét, hogy mindenkel együtt érezzünk ezzel. Mert biztosan a magyar társadalomban is nyilván egy csomó olyan cigány művész, akár a kultúrában, tehát a fiatalokat is meg tudják szólítani, akik hatással lehetnek.
figyelmetlen a cigányság számára. Köszönjük szépen! Tisztelőkhöz fordulok! Nyilván ebben nem biztos, hogy igaza van, de én szerintem azért vannak erre vonatkozóan nagyon jó próbálkozások, amik nem is ennyire látványosan, de például a Sajó-Tadei Emlékkel, Gymnáziumban, a Deltán Tiboréknál rendszeresen tartanak előadásokat cigány értelmiségben, akik a saját példájukat hozzák. Tehát azért ezek megvannak, ezek a kapcsolódási pontok. Nyilván lehet ezt másképp is csinálni, de én de ez így az utóljára kapcsán kérdezni, mint tőletek, ha egy előre nincs a közönségnek, hogy azért eljött egy nagyon komoly áldozat segítői munka a civil oldalról, azt hogy látjátok, hogy a nyilvánosságban ez hogy jelent meg, hogy itt már elveszett a művészek érdeklődése, vagy az újságírók érdeklődése, vagy úgy érzitek, hogy kellően hangsúlyt kap az áldozatok további kiszolgáltatott helyzetre, hogy mennyi figyelem jut rá, hogy látjátok ezt, hogy van most? Abszolút csak intuíció, nem tudom, de én szerintem Magyarországon a nagyobb többsége nem tudja, hogy itt az áldozatokban, mert egy közöttem sem az áldozatokban lévő, de én inkább tudják, hogy itt az áldozatokban, vagy inkább maradtak minden szintem az áldozatokban, különböző helyzetek. Éppen azért, amiről beszélünk, hogy a Tatár szerintem ugye egy kiemelt esetünk van, ami elmente volt, ez nem is nagyon maradt meg az embereknek a fejébe, ami utána volt, ahol nem tudom, hogy mennyire tudnak, de nincsenek erre adatok, hogy nagyon kevesen tudnak érzem, most nagyon kis is azok, akikről szóval. Ti, akik így részesen vagytok a nyilvánosságnak, mennyire érzitek azt, hogy például az évfordulókról évről évre többen, kevesebben, intenzívebben, kevésbé intenzívben, hogy most mondta, az áldozatok kísérése az inkább jelentőzatokban egy példa volt, hogy arra rákapcsolódva, hogy jelenik meg az újságírói munka, vagy egyéb tevékenységek a nyilvánosságnak. Mondjuk, hogy szerintem ez a február 22-23, tehát persze egy olyan évforduló, ami nyilván ugye adja magát, hogy mert a médiában is ez volt már bőrös, tehát az, hogy megjöttek a kétes gyereket, tehát ugye ez ugye adja magát, illetve hát ugye augusztus elején van, és elég közel ugye az utolsó gyilkosságtól kis lépteihoz, a roma holokausztnak a emléknapja. Azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik ilyen méltók arra, hogy megemlékezések legyenek, kértek egyszer, pár éve most azt mondom, hogy melyik évben voltam, 2013-ban, még nem, 12-13-ban, és akkor csináltam egy ilyen Valószíviának a ilyen kommunikációs ügynökségének, csináltam négy kis rövid filmet, amiben neves színészek mondtak el egy helyszíneket, ahol emberhalál történt, egy gyilkosság történt, és mondjuk most nem jut eszembe, hogy ki volt annak a milyen elemnek a bloggernek, aki ezzel foglalkozott, de én nagyon népszerű, és akkor az egyik ilyen eléggé kiemelkedőnek szemek alkotás volt, amiben a Gulga János szerepelt, és akkor annak sem nem adott néhányt például. Na most nem tudom, tehát mondjuk én szoktam csinálni ilyen formogató dolgokat, tehát mondjuk gyilkosságról szóló megemlékezésnek a baróti helyen, ezt nem érezzék el a felemben küzdésesnek, ez nem a rövidás féle elküzdése, nem belőle. De az annak nagyon volt a nézettség, hogy végül a nézettség. Kétségtelen szerintem az a sorozat, amit a CD-t csináltak, és tényleg meg a kiemelkedő darabja volt, és egészen megrázó volt, hogy a Kulka azt a hirdetlenül száraz is a jegyzékeimet mondja, az tényleg minden nap, majd napig megráz, hogyha valami okkal fog elén kerül, én is nem szokott jönni. Mindenkinek ajánlom megnézést. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos emlékezni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy én nagyon nem szeretek tudatlanságban élni, és tudom, hogy tudatlanságban.
tudatosan nem él, mert tudom, hogy tudatosan információkat látnak előlem, és tudom, hogy ez sokáig fenntartható a tanállamban. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden titok nyilvánosságra kerül, már számunknak a mozolási érzékenyét is ismerjük, és tudjuk, hogy mi van benne. Tehát előbb-utóbb minden fog kerülni. Én azt gondolom, hogy az egy olyan pillanat lesz, amikor még ezt az állapotot az is tanulja neki. Köszönöm szépen ezzel ezt a panelt, köszönöm a Zsófi Napák, meg idén a Pecsap és Tótákostam, és egy kis kárvészmények. Szóval, hogy a következő panel témája.